Kérdezzük, hogy szakszereti tag vagy-e? Nem, nem. Mondom, annak idején fölletéve a kérdés, neked is volt. De én szakszereti tag voltam valamikor, de nem. Sokan azért nem lépnek be, mert annak idején csalódtak a, ugye még úgymond VS-be, és hiába próbálja az ember meggyőzni. Van, akit sikerül, de a többséget nem lehet meggyőzni, mert úgy döntött, hogy ő lemond a szakszereti tagságáról, akkor egy másikba nem lép be, mert arra gondol, hogy esetleg ugyanúgy fog járni másik szakszervettel is. De volt itt olyan tolatársajáti, aki kilépett, és mondta neki, mindegy melyikbe, de lépjél be, hogy legyél tag. Legyél tag, mindegy, hogy VDSZ vagy VSZ, mert a szakszervet azért valahol csak védelmet nyújt, meg segít, de ha nem vagy tag, akkor egyik se fog segíteni. Te mit szólnál az a népi kezdeményezéshez, hogy fogadj örökbe egy VSZ-est? Tehát, hogy ilyen közös fotókon lenne a VDSZ-es, VSZ-es, és nem a különbözőségre, meg megosztásra lenne ez a dolog kihegyezve. Én ezt maximálisan tudnám magamévá tenni ezt a dolgot, mert én a VSZ-esek közül is teljesen mindegy, hogy ki az, még senkivel nem váltottam hangos szót, tehát voltunk a központi üzemi tanács választáson annak idején a beigbe. Egyik csoport jött, épp a VSZ-esek jöttek, akkor mindenki lekezelt velem. Ugye megjött a VDSZ, Gaskó Pistáik, akkor azok is lekezeltek, és kérdezték, hogy most akkor ez hogy van, én melyikhez tartozok. Mondom, attól még nem kell ellenségnek lenni, hogy nem oda tartozok. Tehát nem kell a másikat utálni, vagy szapulni. Hát az összefogással lenne ez az jobb. Hát az a mindenkinek, az ősz dolgozónk érdekeit is azt kívánná meg, hogy összefogás legyen, nem egymás elutogatás. Ennek a kezdeményezésnek az élére állna? Ennek a fogadj örökbe egy VSS? Igen. Mondta, én teljesen most tudnék vele azonosulni. Nem lenne hülyeség, hogy csak hogy Jani is mondja, hogy hát itt összetartásnak kell lenni, hogy egy létszámcsökkentésnél, egy csoportos létszámcsökkentésnél, egy leépítésnél, egy alamúgy ugye, tehát össze tudnak fogni, vagy valami, csak ugye, van a VSS-nek is egy másik, akkor a koncepciója, van a VSS-nek is, van a különböző ugye szakszereteknek is, ugye, hogy más-más koncepció vagy valami, ezt össze kellene hangolni, kellene egy kompromisszumot kötni. És akkor biztos, hogy jobban menne vagy valami, és jobban fölötte lépnél. Ha lát az ember az összetartás összefogást vagy valami, akkor szívesebben jönne mindenki. Tehát úgy a fiatalok, mint idősek. Inkább az idősebb korosztály, mint a Jani is, hogy volt egy csalódása, ugyanúgy valaki csalódott a házasságban, az még egyszer nem akar megnősülni. Vagy legalábbis nagyon meggondolja, hogy milyen feltételekkel, mikor nősülök még egyszer. Ha lenne változás valami, lehet, hogy meg lehetne még ezt a maradékot is győzni. Lennél a reklámarc ennek a fogadj örökbe egy VSZ-es mozgalomnak, és mondjuk hajlandó lennél modellt állni, úgyhogy melletted áll egy VSZ-es. Tehát, hogy az első fotó így elkészüljön. Igen. És kivel? Ki lenne az a VSZ-es? Teljesen mindegy, mert a VSZ részéről engem is ismernek, meg én is ismerem őket. Tehát nem lenne kifogás a VSZ-esnek se, meg nekem se a VSZ-es dolgozó ellen. Nem biztos, hogy benne. Teljesen mindegy, bárkivel. Van egy kezdeményezésünk, ez most fog indulni. Fogadj örökbe egy VSZ-est. Ez egy VDSZ-es kezdeményezés. Talán tetszett látni a Bense János utolsó szolgálatát. Igen, a vakációt. Igen. Végignéztem ezt a videót is, így van. Nagyon jó, ám. Igen. És ő mondta, illetve ő tulajdonképpen az arca ennek a VDSZ kezdeményezésnek, ő adja az arcát ehhez, hogy ne legyen széthúzás a szakszeretek között, ez a lényege. Igen, ez tényleg nagyszerűen hangzik, így van. A szakszervezetek ne a szakszervezetek ellen küzdjenek, hanem válvetve valamiért, dolgozók érdekeiért például elsődlegesen. Nem negatív önnek, vagy pejoratív ez a cím, hogy fogadj örökbe egy VSZ-est? Nem. Ha miért? Nem. És ennek mi lesz majd a lényege? Emberek beszéljenek egymással. Ne az alapján, ne a szakszereti tagság határozza meg, hogy az egyik beszél a másikkal, vagy nem. Fogjunk össze. Ez így igaz. Így van. Ez teljesen logikus. Így van. Miért kellene, hogy azért, mert az egyik a VSZ-ben, a másik a VDSZ-ben szakszervezeti tag? Miért kellene?
egymásra felte szemmel nézni, vagy esetleg kikerülni. Meg lehet okosan, értelmesen beszélni bármit. Te erről mit gondolsz? Hát én ennek nagyon örülnék, mert az én észrevételem az, hogy itt ugye egymásért kellene harcoljon. Tehát hovatartozás nélkül. Itt az összefogás eleje kellene. Tehát önmagunkért harcolunk, és akkor most tök mindegy az, hogy ki milyen szervezethez tartozik. Tehát ugye itt az a baj, hogy ezt nem igazán látják át az emberek. Tehát itt az a régi összefogás, mint ami volt a régi vasútnál, azt ugye széthúzták. És egyre jobban húzzák a mai napig is szét felé, itt ez látszik. Mert ugye a vezetőségnek is az az érdeke, ez tipikusan az oszd meg és uralkodj is. Mármint a menedzsmentnek, tehát a vállalatvezetésnek. Tehát a vállalatvezetésnek. És itt a szakszervezeteknek nagy jelentősége lenne ebbe, hogy azért valamilyen szinten egy a dolgozókat is összetartsa, meg hát a vállalat jövőjét azért valamilyen szinten látni kellene. Mert most semmi nem látszik belőle, csak az, hogy szétszedik, szétrombolják. Tehát jövője, vagy jövőkép az így nagyon, hát homályos, nem látni.